napot! Folytatódik Joel Schumacher álmafutása. A film 125 perces, kb. Ennyi óra kellene, hogy mindenre kitérjünk, hát ennyi órát nem fogunk rászánni. Haladjunk, múltkor nem tértem ki az értékelésekre. Hát az IMDb 3,5-es értékelése kb. A legnagyobb túlzás, mióta a Titanic megkapta az elpusztíthatatlan jelzőt. Talán a Rotten Tomatoes 12%-a az úgy valahogy közelebb áll a valósághoz, tehát abból kb. 10% Gotham City megvalósítására járhat. Ez pofásra sikerült, de a maradék 2% ez mire? El is a Silverstone frizurájára mondjuk, ami akárhogy ugrál, pörög, harcol, mindig szép, egyenes, csillogó és tartós. De térjünk vissza Mr. Fagyra. A Gotham Egyetem biztonsági kamerája vette fel 2 éve. Dr. Victor Fries 2-szeres olimpiai bajnok 10 próbázó és Nobel-díjas biológus. Miután a felesége megkapta a ritka McGregor-szindrómát, Fries jeges álomba merítette, amíg megtalálja a gyógymódot. És ekkor megtörtént a baj. Ez fájdalmas lehet. A hűtőfolyadék -10 fokos. Valahogy túlélte. Nos, hogyan lehet túlélni egy -10 fokos folyadékban való esést? Hát elég könnyen. Itt viszont az a gond, hogy ez rohadtul nem -10 fok, hanem ahogy az eredeti szövegben és képregényben is van, a -50 below. Tehát kevesebb, mint -50 fok. De a Fahrenheit Celsiusból lévő eltérés is minimális, úgyhogy elképzelésem nincs, hogy ez miért lett magyarul -10 fok, lényegtelen. Aztán ezek a beállítások is, hát ez teljesen életszerű, hogy a biztonsági kamerák vették fel, hogy ott csókolgatja a felesége fejét. Ilyenek ilyen elipszilonos J-kategóriás $4-ból készült filmekben szoktak lenni, nem pedig egy ilyen méregdrága Batman filmben. Ez is lényegtelen, aztán a Bat elhárításnak valahogy sikerült megszerezni Mr. Fagy hűtő exoszkeletonjának terveit is, de erről sincsen kőzem se, hogy hogyan, de az biztos, hogy jobbak, mint az MI6. Freeze csak hidegben bír létezni. A hűtő szkafanderét gyémánttal felerősített lézerek tartják 0 fok alatt. Igen, hát a gyémántok halála fontos komponensi a lézereknek, mindegy, de a lézerekkel egyébként is hűteni szoktak, tehát ez mindenki számára közismert. Nézzünk egy-két példát a lézerek hűtő hatására. Ajjaj! Elég sokan megfázhattak ott az Alderaanon, na de a felkelők válasza sem marad el. Azt a leborult szivar végét, hogy megfagyasztották a lázadók a halálcsillagon, szana szét is törte darabjaira, nem bírta a belső feszültséget. Hát ilyenek ezek a hűtőlézerek. Az előző részt úgy zártuk, hogy Miss Turman leőrültözte a valóban őrült professzort, aki cserébe beborította mindenféle vegyszerekkel és bútorokkal. Na, de nem addig a... Uma visszatér a sírból, mindenféle lila fények és egy lift segítségével, mint a végzett asszonya. Hát... Oké, ő lett Poison Ivy, magyarul mérges szömörce a filmben méregcsók, na de azért a professzort játszó színész megbabonázottságának játéka egy picit túlzásnak tűnik. Ezek után rájön Miss Szömörce, hogy a földön lévő összes gonoszságért az a vénművek felelős, aki eddig $1 millió adott a föld megmentéséért, szörnyű bosszút forralván elindul Gotham felé, és magával viszi Banderas Maradonát is, de azt, hogy hogyan, arra nincs magyarázat, egyszer csak ott lesz vele. És most nagyon nagy koncentráció mellett nézzük a film csúcs jelenetét. Zimanko! Igen, főnök. Energia. Egész kimerültem a denevér elleni harcban. De mindazonáltal sikert arattam. Feltétlenül, főnök. Még egy ekkora óriás gyémánt kell, és a fagyasztógépen végre elkészül. Megfagyasztom a várost, és benyújtom az ultimátumot. Ha nem teljesítik követeléseimet, örök tél lesz itt Gothamben. A városatyák nem tehetnek más, mint hogy megadják a milliókat, hogy folytathassam a kutatást, mellyel megmenthetem őt.
nézzük ezt meg egy kicsit közelebbről. Tehát egy Nobel-díjas tudósnak, hát alapból sok pénze van, de nem a saját pénzéből finanszírozza a kutatásokat, hanem tolják alá talicskával a dollár csilliárdokat, hogy mivel zseni vagy, old meg ezt a problémát, sírva könyörgünk. Aztán itt vannak az óriás gyémántok. A Föld mai egyik legnagyobb, de biztosan legértékesebb gyémánt, az angol koronázási ékszerek között található Afrika kincse nevű gyémánt. Itt vannak a méretei, és 400 millió dollárra becsülik az értékét. Két dolog határozza meg a gyémánt értékét, a színe és a karát. Tehát a színük nagyjából ugyanaz, átlátszó fehérnek nevezett szín, a karát pedig egész egyszerűen a tömege, 0,2 g az egy karát. Hát Mr. Freeze gyémántjában nagyjából 10-szer beleférne ez a gyémánt, akkor ez mennyibe kerülhet? Most ne is vegyük azt, hogy 10-szer legyen, csak 5-szer annyi, legyen 2 milliárd dollár egy darab ilyen gyémánt. Ezen a képen jobban látszik, itt van egy oldalon 7 ilyen óriás gyémánt, amit látunk, a másik oldalára csak 2-2-t feltételezve is van 18 ekkora retek nagy gyémántja, 18-szor 2 milliárd, pedig 36 milliárd dollár. Ezekről a kis kavicskákról már nem is beszélve. És akkor ezek után meg fogja zsarolni a városatyákat, hogy a szükséges milliókat adja meg a kutatásaihoz. Here's the plan. We get the warhead, and we hold the world ransom for... $1 million. A fizika után a logika is szörny halálthat ebben a roh... filmben. Na, haladjunk. Miss Turman inkognitóban elmegy a Wayne csillagvizsgáló megnyitójára, ha jól be is szól Bruce Wayne-nek. Bemocskolja a földet, megmérgezi a vizet, befeketíti az eget. Nos, Bruce Wayne vallásáról eddig nem sok mindent derült ki a képregényekből, most viszont rájöhettünk, ő római katolikus. Megdobták kővel visszadobott kenyérrel, jól beszóltak neki erről, adott egy meghívót a saját jótékonysági estére. Helyes, a jó győzedelmeskedjék az egész világon. Ezután pedig nézzünk ismét egy feledhetetlen Uma monológot. Batman és Robin. A melegvérű elnyomók buzgó harcos társai. A status quo állatvédői. Előbb gyorsan megszabadulok e szárnyas dögöktől, aztán Gothamből dúszöld vadont varázsolok. Hát én még mindig nem tudom, hogy ezzel a játékkal mit akar elhitetni. Ki ő? Mit játszana ő? Mi lenne ő? Csak nem. Mi? A gonosz? Gonosz! Köszönöm, kedves Kobaka, szóval akkor ilyen volna a gonosz. Inkább haladjunk. Hello! És kegyed? Méreg! Méregcsók vagyok! Ebben a filmben nem csak a fő, de a mellékszereplők is egytől egyig zsenik. És kegyed? Hát ez... Na mindegy. Azon már fönn se akadunk, hogy Poison Ivy néhány óra alatt összekoreografált egy ilyen tánc showt. Lényegtelen. De hogy azt nem kérdezi meg tőle senki, hogy elnézést, Miss Csók, mi volt ez a rózsaszínes, furán szálló, porszerű valami, amit ránk fújt, és amitől ennyire hülyén, zavartan és bután érezzük magunkat? Semmi, tudja, onnan én jövök ott, ez a készfogás helyett lévő köszöntés. Ja, akkor jó. Hát legalább ennyit. De nincs. Ennyi sincs megkérdezve ebben. Ezt a méregcsók igazi ribberhez méltóan all-inclusive éjszakát ajánl azért a legtöbbet fizető embernek. 5 millió. Ez szerszámos övés, nem pénzes öv. 6 millió. 7 millió. Mindörökké Batman. Ezt mindig magamnál tartom. Ennél a jelenetnél pusztult el az utolsó egysejtem is. Talán a következő alkalomig termelődik néhány. Addig is jó napot.